Nőtt a dohánytermés átlaga, több mint 3000 hektáron, közel 7000 tonna dohány termett 2017-ben Magyarországon. Az elitbe kerülhet a Máté Szalkai Ipari Park, Tudományos és Technológiai Park címre nyújt be pályázatot a település. Jogi pénzügyi konferencia, a civileknek szóló tanácskozás lényege, hogy segítséget kapjanak rendezvényeik, programjaik megvalósításához. Több mint 3000 hektáros termőterületen közel 7000 tonna dohány termett 2017-ben Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének éves termési jelentése alapján nőtt a termésmennyiség és a termőterület nagysága is 2016-ban. A hektáronkénti átlagtermés még nem érte el a 2 tonnát, tavaly azonban meg is haladta ezt a számot. A legtöbb dohányt még mindig a megyében termelik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dohánytermés az ország egészének több mint 80%-át teszi ki. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége éves adatai szerint a 2017-es magyarországi dohány átlagtermés hektáronként valamivel több, mint 2 tonna volt, míg az előző évben alig 1,8 tonna. A termőterület is nőtt, 2017-ben már 3380 hektáron termeltek dohányt. Mintegy 20 hektárral nagyobb volt a termőterület 2017-ben, mint volt 2016-ban. Ebből az folytatólagosan következik, hogy az időjárás is valamelyest kegyesebb volt a 2016-os évhez képest. Nevezetesen nem volt akkora jégverés, mint sajnos volt 2016-ban. Így az össztermés mintegy 500 tonnával haladta meg a 2016 évit. Több mint 6800 tonna került értékesítésre. A termőterülettel és a termésmennyiséggel együtt a felvásárlási árak is jelentős mértékben emelkedtek. A Virginiánál 537 helyett 571 forintot fizettek a felvásárlók, a Birdie esetében pedig 455 forintról 473 forintra emelkedett a dohány kilogrammonkénti ára. 2017-ben 880 szerződés került megkötésre, ennek darabszámát tekintve jelentősebb a Birdie termelőknek a száma, pontosan azért, mert a Birdie szerződések és a Birdie termelők a kisebb térmértékű területeken folytatják a tevékenységüket. Az átlagos térmérték alig haladja meg az 1 hektárt, amíg a Virginia dohánytermelők esetében az átlagos termőterület az közel 10 hektár van termelőnként. A termelők a megkötött szerződések közül 680 esetben az OLT-vel voltak szerződésben. Az OLT által 2017-ben felvásárolt dohány nagy részét Olaszországban dolgozzák fel, majd onnan értékesítik. A fermentálók befogadták ezeket a minőségi dohányokat, ezáltal a magyar dohány európai viszonylatban is élen jár. Tudományos és Technológiai Park címet kaphat Máté Szalka Ipari Parkja. A minősítés az ipari parknak egy 21. századi innovatív üzleti modell alapján továbbfejlesztett változatát jelenti, amely a kutatásfejlesztésre és hozzáadott értékekre terjed ki. A Máté Szalkai Önkormányzat és a park cégeinek képviselői a cím elnyerése érdekében együttműködési szerződést kötöttek, de a kutatásokban a Nyíregyházi Egyetemmel is közös munka folyik majd. A Máté Szalkai pályázatot márciusban bírálják el. 2017 végén 12 ipari park rendelkezett Tudományos és Technológiai Park címmel Magyarországon. A kormány a tervek szerint összesen 20 parknak tenné lehetővé a minősítés megszerzését. A Tudományos és Technológiai Park az ipari parknak egy továbbfejlesztett, modern, innovatív változata. A különbség elsősorban a vállalatok kutatásfejlesztésében és a hozzáadott értékben tükröződik. A cím elnyerése érdekében Máté Szalka önkormányzata az ipari park vállalataival együttműködve pályázatot nyújt be. Erről Hanusi Péter, a település polgármestere beszélt 35 perc című műsorunkban. Nagyon-nagyon sok egyeztetés eredmény az, hogy eljutottunk idáig. Ugye a Tudományos Technológiai Ipari Park cím az nem csak egy üres cím, hanem hogy a KOM-ban is elhangzott, ez egy másik szint, egy first level. Tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg az ipari parkok krémje, legalábbis hozzáadott érték és kutatásfejlesztés terén.
Nyilván ezek a cégek, világhírű cégek, amiket felsoroltam, nem csak terméket gyártani szeretnének Magyarországon, hanem egyre inkább kialakul az a szellemi bázis, az a tudásbázis, ami mentén kutatásfejlesztési pályázatokat szeretnének beadni. Ugyanakkor sokkal könnyebb egy olyan tudományos technológiai ipari park címmel rendelkező pályázatból pályázni, ahol ez az összefogás megvalósult a cégek között. A cégeknek a fejlesztésekhez, a különböző kutatásokhoz megfelelő technológiai háttérre is szükségük van. Ezt a Nyíregyházi Egyetem biztosítja, mellyel Máté Szalka önkormányzata együttműködési megállapodást kötött. De a fejlesztésekhez és a tudományos és technológiai park megszerzéséhez kiemelten fontos az adott ipari park cégeinek az együttműködése is. Ez a Máté Szalkai Park esetében már megvalósult. Ezek a cégek versenytársai egymásra, viszont hál' Istennek az elmúlt 2-3 évben sikerült olyan kapcsolatot kialakítani ezeknek a cégnek a felső menedzsmentjével, minden túlzás nélkül szinte napi kapcsolatban vagyunk velük, és ez ezért apró probléma gyors megoldását teszi lehetővé, hogy megtalálták azokat a közös kapcsolódási pontokat, ahol tudnak együtt dolgozni. Hát nyilván nem terméket fognak együtt gyártani, mert hát az mindenkinek a saját kis piaci portfóliója, de például környezetvédelem. Például a lencsegyártásban felhasznált anyagok, segédanyagok, vagy éppen a hulladék kezelés, a munkaerő problémák, a HR problémák, ez mind-mind egy közös kapcsolódási pont, amelyekre kutatásfejlesztési modelleket lehet alapozni. A Máté Szalkai Ipari Parkban jelenleg 40 vállalat működik, többek között 4 vezető optikai cég, amelyek világpiaci igényeket szolgálnak ki. De itt található a Friesland Campina Hungária ZRT, a pöttyös túróródi gyártója is. A Tudományos és Technológiai Park minősítés elnyeréséhez a Máté Szalkai Önkormányzat a közeljövőben nyújtja be pályázatát, amelyet még márciusban elbírálnak. A cím a vállalatok versenyképességét is javíthatja, és a településen új munkahelyeket teremthet. 12. alkalommal rendeztek jogi és pénzügyi konferenciát Nyíregyházán. A civileknek szóló tanácskozás lényege, hogy segítséget kapjanak rendezvényeik, programjaik megvalósításához. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a cégkapu regisztrációs kötelezettségről, valamint az adatvédelmi törvény civil szervezeteket érintő előírásairól. 25 millió forintot különített el a Nyíregyházi Önkormányzat civil szervezetek és egyesületek támogatására az idei költségvetésben. A megyeszékhelyen évek óta kiemelten kezelik a civil szervezeteket, a város polgármester a konferencia megnyitóján hangsúlyozta, hogy fontos az ő támogatásuk. Bármennyire jól működik egy önkormányzat, én azt gondolom nálunk most már jól működik, stabil, pénzügyileg kiszámítható és egyéb területeken is tudja támogatni a civil szervezeteket, de nem tudja azt ellátni, amit a civil szervezetek maguk. Szükség van rájuk, mi komolyan veszük őket, partnerként kezeljük, és én remélem, hogy az eddigi sikeres munkájuk ezében is folytatódik. A támogatások között újdonságként jelent meg az ifjúsági alap, a kulturális, a környezetvédelmi, a civil és a közbiztonsági alap mellett. Az egyesületek pályázat útján nyerhetik el a támogatásokat. Február 21-én megjelent az kulturális alap, a civil alap, a környezetvédelmi, a közbiztonság, illetve az ifjúsági alap pályázati felhívásai, melynek beadási határideje március 23-a. Az akkorra beérkező pályázatokat a különböző szakbizottságok fogják véleményezni, illetve a közgyűlés majd szavazni fog róla. Tehát pályázat útján lehet, és várjuk a programötleteket. Újdonságként jelenik meg, hogy idejében ugye 3 rendezvényre, 3 tevékenységre pályázhatnak, hogy az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy akár többre is pályázhattak. Most megpróbáltuk, hogy ugye 3 rendezvényre próbáljuk leszűkíteni azokat, vagy a szervezetek, amelyeket a legfontosabbnak, illetve saját maguk határozzák meg a prioritásaikat. A támogatások elérésében nincs sem alsó, sem felső határ. A 25 millió forintot az egyes szakbizottságok között 100%-os arányban osztották el a felhívásnak megfelelően. A 12. alkalommal megrendezett jogi és pénzügyi konferencián az érdeklődők a cégkapu regisztrációs kötelezettségekről, valamint az adatvédelmi törvény civil szervezeteket érintő előírásairól is tájékoztatást kaptak. A konferencián kitüntetést is átadtak, a közösségi értet elhivatott munkájáját, a Nyírségi Iszkirályok Egyesület munkáját ismert. Számos ösztöndíjra pályázhattak a hallgatók a Nyíregyházi Egyetemen a 2017-2018-as tanévben is. Az intézmény ösztöndíjain túl több hazai és nemzetközi lehetőség van arra, hogy különböző anyagi támogatásokat vehessenek igénybe a diákok, vagy szakmai tapasztalatukat gyarapíthassák.
Az oktatási hivatal adatai szerint az elmúlt 3 évben a hallgatók 41%-a fizetett a tanulmányaiért, 59%-uk, vagyis közel 500 ezer hallgató állami ösztöndíjjal tanult. Közülük több, mint 300 ezeren vettek részt alapképzésben, 84 ezeren pedig mesterképzésben. Közel 60 ezeren 5-6 éves osztatlan képzésben, 11.300 hallgató pedig doktorin tanult. A Nyíregyházi Egyetemen az állami ösztöndíjas hallgatók többféle ösztöndíj lehetőség közül is tudnak választani. Egyrészt vannak azok az ösztöndíjak, amelyeket az egyetem biztosít, illetve vannak azokat, amit az állam, illetve tehát a kormány biztosít. Az egyetemen a legnépszerűbb a szociális ösztöndíj, illetve a tanulmányi ösztöndíj, az állam által biztosított ösztöndíjak közül pedig a Klebelsberg képzési ösztöndíj a legnépszerűbb. Utóbbi célja, hogy motiválja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatókat, és a diplomaszerzést követően biztosítsa az álláshelyet. A pályázat egyik feltétele, hogy a hallgató vállalja, hogy a tanárképzésben, illetve a gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint az oklevél megszerzését követően az általam megjelölt 3 megye egyikében, a központ által megjelölt köznevelési intézmények közül választva képzettségének megfelelő főállású jogviszonyt létesít. Az egyetem által biztosított szociális ösztöndíjnak is megvannak a feltételei. Mindenféleképpen csak nappali tagozatos hallgató vehet igénybe, illetve aki állami ösztöndíjas, illetve a képzési idő plusz 2,5 éven belül kell még legyen a tanulmányi idejében a hallgató. A témáról bővebben a 35 perc című műsorunkban láthatnak beszélgetést. A vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfagyásával járhat a rendkívüli hideg idő. A Nyírségvíz ZRT éppen ezért felhívja a figyelmet, hogy amennyiben eddig nem történt meg a vízmérőaknák szigetelése, most a felhasználók ezt tegyék meg, hiszen így a várható kiadásoktól és a bosszúságoktól is megkímélhetik magukat. A hatályos jogszabályok alapján ugyanis a fagy miatt elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie, mivel a törvény szerint kötelesek a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni. A Nyírségvíz Diszpécser Központja. Ide érkeznek be többek között a vízmérő fagyással kapcsolatos bejelentések. Tavaly közel 1400 ilyen ügyben intézkedtek a nyírségvíz szakemberei. Az előrejelzések szerint komoly fagy várható az elkövetkezendő napokban. Éppen ezért érdemes időt fordítani a vízmérőaknák megfelelő szigetelésére, ezt már Szilágyi Miklós Zoltán mondta el híradónknak. A Nyírségvíz üzemviteli vezetője hozzátette. Amennyiben nincs megfelelően szigetelve a vízmérőakna, több ezer forintos költsége is lehet az óra cseréjének. A vízmérőaknákat a felhasználó kötelessége megóvni a fagykároktól, illetve mindenféle mechanikai sérüléstől. Ilyenkor legjobb a szigetelés, olyan szigetelőanyagot választani, ami nem szívja a nedvességet. Legalkalmasabb erre és legkönnyebben beszerezhető a hungarocell, de bármilyen más szigetelőanyag megfelel, hogy megvédjük az óránkat a fagyástól. Pontosan egy hete köszöntött be a nagy hideg, de ennyi idő alatt is közel 100 esetben érkezett bejelentés a Nyírségvíz Központjába. A hatályos jogszabályok szerint a fagy miatt elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie, mivel a törvény szerint a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről neki kell gondoskodnia. Fontos, hogyha a fagyásnak semmilyen látható nyoma nincs, tehát a vízmérő nem fagyott szét, akkor a felhasználó is meg tudja oldani a kiolvasztást. Ha észleli és tudja, hogy egy fagyás történt, akkor valamilyen melegítő eszközzel óvatosan végigmelegíti a rendszert, ez magától is meg szokott oldódni. Itt alkalmas rá a kézi lámpák, illetve különböző elektromos eszközök, amivel az aknában tud meleget előállítani. A nyírségvíz munkatársa kiemelte azt is, érdemes időt fordítani a vízmérőakna szigetelésére, hiszen egy szétfagyott mérőberendezés cseréje elérheti akár a 18 000 forintot is. Az időjárási körülmények miatt elmarad a labdarúgó megyei másod és harmadosztály hétvégére kiírt nyitó fordulója. A mérkőzéseket május 1-én kedden játszhatják le a csapatok. A megyei első osztályban a hétvégén megrendezik a 17. fordulót, igaz, lesznek olyan együttesek, amelyek nem lépnek pályára.
A mai napra kiírt Sényű MTK Magyar Kupa visszavágó elhalasztása már előrevetítette, hogy alig hanem csúszik majd a tavaszi rajt a megyei másodosztály 3 és a megyei harmadosztály 4 csoportjában. Az MLS megyei igazgatósága a körülményeket megvizsgálva úgy döntött, hogy a játékosok testi épségének és a pályák állapotának megóvása érdekében, valamint a szurkolók kiszolgálását szem előtt tartva elhalasztja a hétvégére kiírt fordulót. Az időjárási körülmények most nem teszik lehetővé azt, hogy hétvégén az eredeti terveknek megfelelően március első hétvégén elinduljon a megyei másod és harmadosztályú pontvadászatunk. Ugye értelemszerűen, hogy a pályák jelentős része is nincs olyan állapotban, hogy lehessen rajta játszani. Igaz, hétvégére már azért jobb időt mond és enyhülést, viszont a 4-5 napon keresztül tartó húzamos fagy miatt baleset veszélyes lenne rajta játszani, és ezért döntöttünk amellett, hogy a megyei másod és harmadosztály 16. fordulóját 2018. május 1-ére rakjuk. Ugye ez volt az egyetlen olyan tavaszi időpont, amely hétköznap, de munkaszüneti nap, tehát így igazából mindenki ráér, és le tudják játszani majd a mérkőzéseket. A döntés 110 csapatot érint. Elképzelhető azonban, hogy lesznek olyan együttesek, amelyek közös megegyezés alapján pályára lépnek a hétvégén. A csapatok jelentős részén azt hiszem, hogy örült ennek, hiszen látták, hogy milyen körülmények vannak. Ennek ellenére vannak olyan csapatok természetesen, akik játszani szeretnének, legalábbis tegnapi információt, kedd délután még játszani szerettek volna. Nekik azt tudom ajánlani, hogy természetesen lejátszhatják a mérkőzést, akár az eredeti időpontban is, amennyiben ugye a másik félel megegyeznek, illetve ez a május 1-e sincs kőbe vésve, tehát természetesen központilag mi a május 1-ét tűztük ki, de ha a két csapat megállapodik egy másik időpontban, márciusban vagy áprilisban, bár még szerdai vagy csütörtöki nap, amikor le tudják játszani, akkor értelemszerűen akkor játsszák le, amikor az együttesek megállapodnak egymással, csak a megállapodás tényét az IFA rendszeren a mérkőzés módosítási kérelem alatt mindenféleképpen rögzítsék és fogadják el. A megyei első osztályban a hétvégén megrendezik a 17. fordulót. Jelen állás szerint a Baktalórendház a Nagyhalász és a Mátészalka Nagyecsed mérkőzés csúszik későbbre, több találkozót pedig a pályaválasztó otthonához közeli műfüves pályán rendeznek meg. Helytállt, de vereséget szenvedett Szegeden a nyíregyházi Tekeklub együttese. A Szuperliga 15. fordulójában az NTK 7-1-re kapott ki a listavezető otthonában, így továbbra is pont nélkül áll a tabella végén. Szombaton a Győr látogat a Városi Stadion csarnokába. A pontveszteség nélküli listavezető fogadta a pont nélküli sereghajtót, így már a meccs előtt eldőlt a találkozó sorsa. A szegediek az elmúlt héten jutottak be a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, míg a nyíregyháziaktól Szegő Levente, Kastúra Zsolt és Hetei Alexis hiányzott munkahelyi elfoglaltsága miatt. A tiszapartiak győzelme nem is forgott veszélyben, az viszont a fentiek ismeretében bravúrnak számít, hogy a nyíregyháziak elkerülték a 8-0-ás vereséget, egy becsületpontot tudtak szerezni az Európa egyik legjobb számító Szeged otthonában. A feliratkozásnál komoly lehetőséget kapott két ifjúsági játékosunk, és kiemelném mindenképpen az erős Adrián játékát, akinek csupán 4 fán múlott az, hogy egy igencsak nagy bravúr győzelmet, egy bravúr csapatpontot szerezzen, úgyhogy már ezért önmagában megérte leutaznunk Szegedre. Még a másik sorban a Hakker Dezső révén 2 fával megverte azt a Márton Jánost, aki megmentette a Szegednek a BL-be jutását a előtte levő héten, úgyhogy ez is mindenképpen egy nagy kalp volt a Dezsőtől, és hogyha hozzáteszem, hogy a zárósorban nekem is olyan ellenfele jutott, aki akár verhető lett volna, de sajnos sérülés miatt nekem nem sikerült megcsinálnom a csapatpontot. Bár a nyíregyháziak eddig mind a 15 meccsüket elvesztették, még mindig nem reménytelen a helyzetük a bennmaradást illetően. Ehhez viszont hazai pályán mindenképpen le kell győzniük a Győrt fintáiknak. Jó lenne most már tényleg egy győzelmet hoznunk, akkor mindenképpen a saját kezünkben lenne a sorsunk, azonban ha nem sikerül, akkor azt lehet mondani, hogy már csak matematikai esélyeink maradnak a továbbiakban, de mindenképpen feldobott a társaság, és azt lehet mondani, hogy a kiegészült játékosokkal, akik most távol voltak, kiegészülve igenis képesek lehetünk legyőzni ezt a Győrt. Hozzáteszem, korábbi években már sikerült hazai pályán legyőzni őket, és hogyha megfigyeljük azt, hogy a Győr már olyan tetemes előnnyel vezet az 5. helyen álló csapathoz képest, illetve annyira le van szakadva a 3. helyen állóhoz képest, hogy már oly mindegy, hogy milyen meccset játszik, akkor bízunk benne, hogy nem itt Nyíregyházán akar pályacsúcsot gurítani. Ha hozzáteszük azt, hogy hazai pályán most a Szolnoktól is vereséget szenvedtek nagy meglepetésre, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy kiki meccsre vagyunk képesek jelen pillanatban.
Az ifjúsági csapatok mérkőzése szombaton 13 órakor, a felnőtteké pedig 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Több mint 3000 hektáros termőterületen közel 7000 tonna dohány termett 2017-ben Magyarországon. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének éves termési jelentése alapján nőtt a termésmennyiség és a termőterület nagysága is. 2016-ban a hektáronkénti átlagtermés még nem érte el a 2 tonnát, tavaly azonban meg is haladta ezt a számot. A legtöbb dohányt még mindig a megyében termelik. Tudományos és technológiai park címet kaphat Máté Szalka ipari parkja. A minősítés az ipari parknak egy 21. századi innovatív üzleti modell alapján továbbfejlesztett változatát jelenti, amely a kutatás-fejlesztésre és hozzáadott értékekre terjed ki. A Máté Szalkai önkormányzat és a park cégeinek képviselői a cím elnyerése érdekében együttműködési szerződést kötöttek, de a kutatásokban a Nyíregyházi Egyetemmel is közös munka folyik majd. A Máté Szalkai pályázatot márciusban bírálják el. 12. alkalommal rendeztek jogi és pénzügyi konferenciát Nyíregyházán. A civileknek szóló tanácskozás lényege, hogy segítséget kapjanak rendezvényeik, programjaik megvalósításához. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a cégkapu regisztrációs kötelezettségről, valamint az adatvédelmi törvény civil szervezeteket érintő előírásairól. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 28-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A tőlünk délre elhelyezkedő ciklon fokozatosan kelet felé helyeződik. Ma még száraz, hideg, holnaptól kissé enyhébb, nedvesebb levegő áramlik a Kárpát-medence térségébe. Az előttünk álló éjszaka eleinte változóan felhős lesz az ég, majd derült idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északi szél időnként megélénkül, később mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában mínusz 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután mínusz 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Szombatig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Pénteken többfelé, szombaton elszórtan lehet hószálingózás, havazás. Vasárnap hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, csak kevés helyen valószínű csapadék. A jövő hét változóan felhős idővel kezdődik, számottevő csapadék nélkül, majd kedden egyre több felé beburra az ég, és több helyütt elered az eső. Egyre kevésbé lesznek csípősek az éjszakák, és lassanként erősödik a nappali felmelegedés.